azért a hegy oldalban egy friss levegő Hú. mellett az ember meg tudnám éhezni. Na, de meg főzök egy olyan bográcsgulyást, hogy a bajuszodat csülök, kis izé oldalas, hát, füstölt mondjuk, oldalas. Az pont nem lesz benne, de lesz Miben? Benne ez a kolbász, nézd meg például. Na, de húslát akkor inkább okai bableveshez fog hasonlítani, csak kolbászhoz. Aha, de van bennem olyan, ami szejtán, tudod, ami olyan, mint hogyha hús lenne. Hát ez a... Csaba, adjon a jó szia, Isten. Szia, szép jó napot. Isten áldjon, szevasztok. Hát az ember azt mondja, hogy csinál nekem egy gulyás, de nem akar húst rakni bele. Hát már megkóstoljuk. Hát, finom lesz ez azért, nem kell feltétlenül húst bele. Na gyertek be, megmutatom a házat. Jó, jó, menjünk. Sütünk, főzünk, gyertek. Oké. Okay. Na András, Csaba. Szép. Látod, itt ötfözték a múltat és a jelent, kis tufás kövek, amik a levegő a legjobb szigetelőnkből készült, pluszban le is vannak szigetelve ezek a falak, nagyon sokat jelentek. Korszerű ablakokkal készült, ami már maga egy szigetelő, de a zsalugáteren még lehet szigetelni ezeket a házakat, tehát nem csak disz volt ez régen, nyáron hűvös, télen nehezebben megy ki a meleg, a falak ugye átmelegszenek, és az adja ki még neked a meleget. Kutból jön a víz, ez a falusi kis energiaital a kutból, és összegyűjtjük a csatornavizet is ciszternába, ami öntözésre, virágoknak, de spórolást. Na, főztök nekem valamit? Főzünk. Most jön a nagy érdekes. Én meg úgy tudom, hogy készülsz egy kis gulyással is. Úgy van. Előkészülök egy kis tűzgyújtással. Jó, köszi. Innét folytatjuk akkor. Lár András 1981-ben Bornai Tiborral és Márton Andrással megalapította a KFT együttest, amely azóta is nagy sikerrel működik. András nevéhez fűződik még a Lárpur Lár társulat megalapítása, amely az abszurd humort képviseli hazánkban. Ezek mellett pedig 1990-ben elvégezte a Kőrösi Csoma Buddhológiai Intézet buddhista papképző szemináriumát, majd 1993-ig buddhista filozófiát tanított a Tankapuja Buddhista Főiskolán. Na gyere be az én szép kis világos konyhámba. A betyárt addig elküldtük, hogy készítse elő a bográcsgulyás. Mit fogunk készíteni? Bográcsgulyást készítünk. A bográcsgulyáshoz például a tüzet. Na addig nézd meg, azért szeretem ezt a konyhát, mert világos, rengeteg ablak van, bejön a fény, természetes fény, vastagok a falak. De most mondd el, hogy mit fogunk készíteni. Fú, na hát kedvenc ételemet. Na. Kérlek szépen, ezt úgy hívják, hogy kofta. Uh-huh. És ez magyarul indiai sült túrógombócok paradicsomos fűszeres mártásban fehér rizssel körítve. Azt a mindenit. Na, jó, jól hangzik? Hát ez eddig jó. Jó, bonyolult. Még mákot is látok itt, meg kókusz, ez is ebben lesz? Na most képzeljétek el, hogy ez meghökkentő. Tehát én soha még olyan ételt nem ettem, ami ilyen pikáns, sós jellegű, adott esetben csípős, és mégis van benne kókusz, meg mák. Tehát ebben ez nekem lesz. Ebben lesz, de én magam is ráborzattam a receptre annak idején, de igaza van a receptnek, mert ezek adnak egy olyan különleges, egyrészt egy tömörséget a paradicsommártásnak, tehát adják, hogy ilyen teste van, és plusz adnak hozzá egy olyan finom, édeskés, kesernyés, olajos felhangot, miközben az egész ilyen csípős. És jól megvan egy garam masszalával, tehát az az igazi ilyen... Ez az? Aminek az illatát már messziről lehet érezni? Az úgy hívják, hogy szerintem ami a legkülönlegesebb illat ebben, amire mi fölkapjuk a fejünket, az a római kömény. De kezdjük is el! Na jó, 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 jó. Tehát először is ugye a nyers, erős paprika... Ja, és hogy nem csili paprika, hanem ez a hagyományos, Magyarországon is termő, zöld, erős paprikából készül. Tehát ez a része ez abból, de... Elmondom előre, hogy ezt belegyúrjuk a tésztába. Tehát már maga a túrógombóc is, ugye egy tésztás valamivel liszttel gyúrjuk össze, az tartalmazni fogja ezek az apróra vágott nyers erős paprikát. Igen ám, de a mártásba is kell egy kis csípős, és hogyha más típusú csípőst adunk hozzá, hanem a mártásba például belenyomjuk ezeket a kis finom kis, hogy kinéző csili paprikákat. Tehát tessék meg, hogy hogy néz ki. Tehát hát gyönyörű. Ez, ami így néz ki, arról biztos, hogy ez rettenetes. Pici apróra fölvágva, belenyom, bjong, ilyen. Te bírod a csípőset egyébként? Imádom. Gyorsan elmondom neked, hogy egy ilyen indukciós főzőlapon fogunk mi főzni. Nem tudom, te erről mennyit tudsz, de gyorsan elmagyarázom. Jó, mert nagyon fontos, hogy ez egy ilyen környezetbarát főzőlap, nem olyan, mint a hagyományos gáztűzhelyek, elektromos főzőlapok, hanem ez a mágnes segítségével adja tovább az energiát és aztán a hőt. Ebben mágnes van, a lábos mágnesezhető, így aztán amikor a mágnes találkozik ezzel a
a speciális edénnyel, és bekapcsoljuk, akkor a hő, ami keletkezik, az nem megy el oldalra, hanem csak belül az edény belsejében. De várjál, de valójában ez egy elektromos hő, ami keletkezik? Igen. És a mágnesesség... De amikor például ezt leveszed róla, és megszűnik a mágnesezés, akkor a kezed, mivel hogy nem mágnesezhető, az nem fog melegedni. Ez most komoly? Ez most tehát úgy ért, hogy ilyen... Jó, hát miután felmelegszik, azért nem tudod egyből rátenni, de nem, tehát hogy véletlenül bekapcsolod, és a kezedet teszed rá, nem kapcsol be, mert csak akkor indul el a melegedés, amikor egy mágneses, hát ez marha jó. Rá. Erről most hallok először. Teszünk bele vizet, ugye? Yes. Itt van a kis kancsónkban. Mennyi? Forrásvíz. Hát mondjuk ez mennyi? Forrásvíz valóban. Hát mindjárt megnézzük, hiszen ez az... Mondjuk legyen 8 deci. 8 deci? Hoppá! Aha. Pont 8 decit öntöttem, ugye? Így nagyon van. Jó. 8 deci, ez jó. Akkor ezt... És akkor kapcsoljuk be, hogy melegedjen. Ide fogom tenni, bekapcsoljuk, igen, megnyomjuk ezt a gombot. Háromszor olyan gyorsan fel fog forni, mint a hagyományos például elektromos tűzhelyen. Na, hát figyelj, én itt füledezek. A másik, ami kell párhuzamosan, az a gombóc. A gombócot... Maradj és hozom a túrót. Ez az. Hiszen az itt van a hűtőben, na, mind a két zacskóval. Várjál, most ez melyik volt? Ez a kisebb vagy a nagyobb? Az volt egy az nagyobb. Az volt a nagyobb. Akkor ezt tartsuk meg. Hol van a koriander? Itt van. Na, akkor figyelj. Te egy erős ember vagy? Hát figyelj, nézd rám. Tudok erős lenni. Mondjuk rám nézve azt mondom, hogy elég erős. Ezt megemelted? Azt megemelted. Annyira erős, hogy megemelte a kolbászt. Na figyelj, nézd meg ezt. Ebből törjél. Így, ez nyugodtan belefér egy egész. De ebből... tudod miért jó? Mert ez a módszer, ez... energia takarékos. Az igaz. Bár a te energiát kell hozzá. Az igen, igaz. De hát én nem fogyasztok áramot. Az igaz? Na, arra jó. Na, ez. Ezt összetöröm. Jön egy nagyon érdekes fázis. Ezek az erős paprikák ide bekerülnek. Igen. Ez már nem lesz mentes a csípőségtől ez az étel. Szerintem ez most már lassan meg is lesz. Zseniális, hogy benne van az energiám, ugye? Hát igen. Hogy állsz a túróval? Kérlek szépen, a túróval még úgy állok, hogy most jönnek az érdekességek, még bel, ugye hát a paprikát beleraktuk, amitől elbúcsúztunk attól az ideáltól, hogy esetleg nem lenne csípős. Ennek vége. Én azt gondolom, hogy most ebből egy ízléses mennyiséget nézi, de te is lásd át, hogy ez mi. Tehát egy kicsit lisztes ízé lesz, és gondold el, hogy ebben még egy kis sót rakunk majd, és ezt a koriandert. De mennyit? És igen, ez az, szórom, hogy mondjuk a felét ennek, amit most törtél, még egy pici jöhet. Miközben ezt összedolgozod, beszélgessünk egy kicsit arról, jó, hogy te mióta nem fogyasztasz húst, mióta vagy vegetáriánus? Hát szóval az a helyzet, hogy én már 17 éves korom óta nagyon-nagyon vonzódom a vegetárizmushoz, olyannyira, hogy több szakaszban, fiatal korom több szakaszában is abba hagytam a húsevést. Én ráébredtem arra, valahogy ösztönösen, hogy az ember minél kevesebb kárt okoz a világban, annál jobb az élet. Uh-huh. Én erre ráébredtem. Tehát nem a saját életed, hanem maga az élet. Maga az élet. Hát az én saját életem is része az a egyetemes életnek, de ez úgy jelenik meg, hogy szerintem minél kevesebb ártással, minél kevesebb szenvedés gerjesztéssel kéne élni. Ezek szerint találkoztál már védekező húsevőkkel. Ja, hogyne. Hát akik azt mondják, hogy de hát azért ő is ugyanolyan ülék, és közben az nem úgy van, mert nem ugyanolyan. Mert egy például csak annyi, hogy van olyan étel, amit mondjuk egy laktovegetáriánus megeszik, tehát például ugye ez is túróból van, és ez tej, ami például, ahol mi nem kell kioltani állati életet hozzá. Tehát állati eredetű ételeket fogyasztasz. Úgy van, úgy van. Csak az állatnak a húsát nem eszed. Az állatnak a húsát nem. Mert az nem természetes módon kerül a te asztalodra. Tehát nem az állat adja neked oda jó szívvel. Hát igen. És most én csak annyit mondok, hogy ugyanúgy, ahogy egy csomó finom dolgot adott esetben nem eszünk meg, mert például a saját kutyánk is lehet, hogy finom. Tehát az nincs kipróbálva. De például Vietnámban konkrétan eszik a kutyát. Ez egy valóság, mert egy barátom, aki Vietnámban élt egy ideig, az elmondta, hogy a piacon lehet kutyát kapni. Ezt le is mond. De most komolyan. Na most látod, hogy ez mennyire elborzasztó? Képzeld, hogy az összes többi állatra ugyanilyen elborzasztó. Te, ahogy étkezel, azt gondolod, hogy ez mondjuk egy ilyen egészséges táplálkozás? Tehát például nem fogyasztasz hús, de például cukrot fogyasztasz? Hát igen, szóval én tulajdonképpen egy ilyen középutas vagány vagyok.
Az is vagány, hogy nagyon vagány vagyok azon a meghitt középúton, ahol lustán ücsörgök, de közben vagány arcot vágok. Na, tehát így lehetne leírni engem, hogy azért nem sokat variálok. Tehát például én nem érzeztem azt még soha az életben, hogy a, például a tej ne lenne jó. Uh-huh. Ez olyannyira igaz, hogy én egész gyerekkoromban tejen nőttem föl. Szóval ez már egy olyan állapotban van tulajdonképpen, ami már azt mondom, hogy ez már nem olyan nagyon vacak. Például nézd meg, hogy micsoda ruganyos kis tésztácska keletkezett. És nagyjából össze van benne jól gyúrva. Azt elmondtad, hogy a liszt az tulajdonképpen az is az egészségesebb fajtából való? Hát igen, tehát teljes kiörlésű úgynevezett Graham liszttel dolgozunk. A gombóckákat. Kis gombócokat. Így van. Jó. És ide visszarakjuk. Oda-vissza lehet. Persze, ide visszarakjuk, és az vár a sorára. Ez azért is jó, hogy oda rakjuk vissza, mert egy edénnyel kevesebbet kell mosogatni, ami azt jelenti, hogy a vízzel is spórolunk. Te is így gondolkodsz erről? Én közben figyelem, hogy te például ilyenekre oda tudsz-e figyelni, te gondoskodsz-e arról, hogy a víz készletünk sokáig megmaradjon. Én nagyon gondoskodom, én őrzöm a vízkészletet. Sőt, én kezdve, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Na. Ez azt jelenti, hogy van ott a téren, az Újvidék téren egy jó kis szelektív hulladékgyűjtő, és mi heti egyszer elmegyünk a Katikámmal sétálni arra, és kidobáljuk a nálunk felgyűlt műanyag vackokat, meg az üvegeket, meg mindent, külön a papírt, és kirakjuk. Van-e komposztálód? Tehát mindaz, ami a konyhában zöld hulladékként keletkezik, azt gondolom nem a szemétbe dobod, ha ennyire óvod a környezetet. Képzeld el, hogy az a nagyon érdekes, hogy bár egy Budapesten lévő bérházban lakom, illetve egy olyan, ami régen bérház volt, mondjuk társas ez én három emeletes, mégis annak a kertjében van véletlenül komposztáló. Ami egy furcsa. Nincsenek. Hát de minden esetre, mert hogy egy olyan helyről költöztünk oda a feleségemmel, a Gödöllőről, ahol magától értetődő volt a komposztálás, mert egy bácsi adta úgymond ki nekünk a lakást, és ő a kertben folyamatosan működött. És minden, ami keletkezett, azt de ez nagyon oda. Jó példa, mert ezzel szoktak védekezni a nagyvárosiak, hogy hát nem tudjuk megoldani, mert nem kertes házban lakunk, de ezek szerint a komposztálás nem a kertes házaknak a sajátja. De, mert itt is van kert. Tehát érdekes módon ez egy olyan fajta úgymond házgyári lakás, még nem beton, vagy nem az a, hanem ez ilyen téglából épül, de mégis úgymond volt ilyen az 50-es években, 40-es évek végén épült ház, hogy annak van udvarja. És ott van hogy sövény, meg fű, meg minden, de egy rész az udvar hátsó részén az el van különítve évek óta komposztálónak. Ami ritka. Igaz, és gondolom a ház összes lakója használhatja. Én hogyne. Tehát ez benne a pláne. Úgyhogy, de mondjuk hát ezt nem várhatjuk el egy olyan házban lakótól, aki ugye egy olyan helyen lakik, ahol nincs komposztáló. Tehát ott de milyen jó lenne mindenhol kialakítani. Az igaz. Fontos. Ezt a vágyat fogalmazzuk meg. Hogy de jó lenne mindenhol kialakítani. Nincs erről egy versed? Várjál, a komposztálóról. Így most, hogy utána... Vagy mit mondod a rá Besenyő Pista bácsi? Na várjál. Hát igen, mégis a Besenyő Pista bácsi azt mondaná, de ilyen bajuszba kell. Hogy normális komposztálló, hát hol áll az a komposzt? Hát nem tud megállni, hát éppen az a nem igaz benne. Hát eldől a komposzt. Hát tényleg hány lába legyen? Ha egy lába, akkor oda eldől. És akkor ott fekszik a komposzt, hát akkor meg már nem álló. Ugye? Akkor meg hol hazudtak, ugye? Jó van, jó kis napunk lesz. Hú, és közben most kezdjük el a hagymás verziót. Tehát itt most eltérünk az indiai recepttől, itt most jön a specialitás. Az indiaiak aszafoetidát használnak, ami egy ilyen fának a gyantája, ami körülbelül tízszeres az intenzitása a hagyma aromájához képest, de a hagyma helyet használják. Tehát egy késhegynyit szoktak itt ebből a kis izéből beleszórni, és akkor azzal az egész hagyma kérdés meg van oldva. Viszont az aszafoetidát azt egyesek nem szeretik olyan nagyon-nagyon. Köztük én. Én azt látom, hogy ezek a kis barna gombócok lassan-lassan elkészülnek. Közben ugye te a paradicsomot átpasszíroztad. Bizony. És
ami ide belekerült, azt fogjuk használni. Így van, tehát ugye? A levét, a főtt paradicsomlé, és még hogy egy kicsit gazdagabb legyen. Tehát a paradicsomnál is paradicsomosabb legyen. Igen, tehát van ilyen paradicsom szűrlet még. Na hát ez az a fűszerkeverék, amit most egy kicsit megsütöttem olajban, ami a lényegét fogja képezni annak, ami majd itt jön. Szóval ezt úgy kezdtem, ugye, hogy hagyma van olajban dínsztelve, és utána rányomtam az erős paprikát, ami ez esetben ugye a chili. Igen. Plusz jött hozzá a garam masszala, azután a mák és a kókuszreszelék, meg a nyers gyömbér. És most ez össze rottyant nekünk szépen, ennyire... Elég jól néz ki. Hihetetlen illata van. Igen. Na, így, és akkor ketemek közben kevergesd. Na, jó. Ez is belefér ebbe az edénybe. Simán. Szuper. Na, és akkor képzeld el, hogy még a gombócokat is ebbe át fogjuk kapni. Az is bele fog férni. Vagy visszaöntjük ezt a izére. Jó, figyelj csak, én ezt a gombócot késznek látom, ugye egy adag már elkészült, de te mondd meg, hogy színre mikor érzed azt, hogy ez most jó. Hát én azt gondolom, Igen, én azt gondolom, hogy ez valószínűleg már jó. Akkor én ezeket már is kiszedem, vagy egyből szedjem oda. És most próbáljuk ki, hogy egyből szeded ide. Kicsit fog sercegni, de az jó lesz. Ó, de csodálatos. Nem serceg, nem baj. Szuper. És most hagyjuk ezt így állni, hogy megszívja ő a saját magát. Ezt is elvisszük innen. Hadd mutassak meg neked egy fantasztikus dolgot. Ez ránézésre egy ilyen papírtányér, ugye? Igen. És képzeld el, ha te is benne vagy, akkor étkezzünk erről a tányérról. Jó. Mert hogy miközben ide kitálaljuk, megesszük, elfogy, ez a tányér nem megy tönkre, sőt, amikor elhasználjuk, nem elmosogatni, nem a szemetesbe dobni kell, hanem csak elásni a föld alá. Jé. És mikor elássuk, akkor egyszer csak egy gyönyörű szép napraforgó fog majd kinőni belőle, így aztán ezt a tányért maximálisan újra tudjuk hasznosítani. Tehát várjál, azt mondod, hogy a tányérba bele van építve egy növényi mag? Valami olyasmi. Komolyan? Így van. És ez a tányér olyan anyagból van, ami így van, szétoszlik a földben? Így van. Na, ez érdekes, soha nem hallottam ilyet. Ki fogjuk próbálni, erre fogjuk tálalni. A rizzsel. Így egy kicsikét képzeltetünk egy ilyen szigetet, ugye? Tehát egy rizs sziget. Nagyon fontos, hogy az ételünk legyen szép is, tehát igen, már szemre kívánatos legyen. Igen, ha lehet. Ha már egyszer ízre jó. Igen, hát ha csak nem csúnya ételt főzünk eleve. Mert akkor ugye bár nem tudjuk olyan, ne főzünk csúnya ételt. Hihetetlen illata van. Csú, de jó. Tudod mit? Rakjunk mellé. Ide? Oda, abból a csípősből. A csili paprikából? Óvatosan. Jó. Ha-ho! He-ho! Megjött a betyár! Hogy mi? Kész vagy? Menjünk? Na, elkészült, azt mondja, hogy elkészült a tábortűzzel. Na, szuper! Úgyhogy mehetünk a bogácsújást készíteni. Menjünk. De akkor gyorsan kis csili paprikát letéptünk. Mennyit szedjek? Hát mondjuk hármat, ha hármat megeszik valaki ott, azért ez már komoly. Ide tesszük. Jaj, de szép. Menjünk. Az indiai koftához a következőkre van szükség. A gombócokhoz 30 deka tehéntúró, 3 evőkanál graham liszt, 1-2 darab erős paprika apróra vágva, 1 evőkanál őrölt koriander, só, bors és olaj a sütéshez. A szószhoz 3 deci paradicsom sűrítmény, 4-5 paradicsom, 1 deci tejföl, 2 darab zöld erős paprika, ízlés szerint chili paprika, 1 fej vörös hagyma, 1 mokkás kanál római kömény vagy graham masszala, 2 mokkás kanál mák, 2 mokkás kanál őrölt koriander, 2 evőkanál kókuszreszelék, 1 mokkás kanál gyömbér, és egy kevés só. Na, miközben mi ezt a fantasztikus elvételt elkészítettük, a betyár, hát szinte mindent ide készített. Van tűz, van egy kis állvány, és a kezedben a bogrács. Egy kis bogrács. Akkor helyezzük rá. Ennek az elkészítése nagyjából megegyezik a hagyományos gulyáséval? Igen, kezdődik mások azzal, hogy olajat öntünk a bográcsba. Meg itt is ugyan csípi a szememet a füst, mind akkor. Igen, tehát most egy kis olaj jön. Megvárjuk, amíg egy picit megforrósodik az olaj, és jöhet bele, tessék, és akkor jöhet a hagyma. A hagymát adom már is. Azaz, hagyma. Na már most kis szépen parancsolj. Nem pazarlunk, nem maradok. Szuper. Támérban.
Na hát ezt most várni kell, amíg egy picit ez megpirul. Mi lesz a következő, amit belehelyezünk? Hát egyelőre a bizalmunkat helyezzük bele, hogy ez tényleg elkezd majd rotyogni. Addig türelmesen beszélgessünk arról. Azt mondjátok el, te is, aki itt a pusztát járod nap mint nap, hogy mitől jobb egy ilyen élő tüzön elkészíteni egy ilyen ételt, mint mondjuk benn a konyhában, ahol ugyanilyen meleget tudunk előidézni. Szerintem például ez a kis füstös dolog, ez azért számít. Tehát valahogy az ételbe belekerül ez a bográcsnak a bográcsos füstös illat, úgyhogy ez a nyílt tűz, ez hozza ezt a igazi természetes fa illatot is. Azt mondják, szépre száll. Na ez most kezdődik. Ne, most még egy picit ez így jó. Várjuk meg, hogy még egy picit rotyogjon, és akkor utána a Csabikám jön a fokhagyma. Tehát már van egy ilyen adag fokhagyma valahol, és annak a felét... És most beleöntöd mindent? Nem. A felét beletesszük a fokhagymának, és a másik felét azt nem tesszük bele. Mert az majd a végére tartogatjuk. Mondta, mi a következő lépés, mert látom, hogy ez most szépen igen. Készül. Nem, jó, most egyelőre jó. Ebben most igen, így együtt igen, van, igen. Elő van együtt, már készítve. Öntsem? Aha, jöhet, és akkor az mindjárt ad egy kis levet nekünk. Benne van a répa. Benne van egy a kis só jó lesz. Hozom a sót. Van vízünk itt lent? Vízünk is van. Legközelebb mindig egy nappal előbb jössz, és akkor itt ledarálod a szárított paprikát a faluba, mert azért ilyenekre nem költünk. Paprika. Hát ne vicceljél már. Szőlősor, széles a lugas, ezt ki kell használni valamire. Oda látod, hogy már dobja itt? Nagyon jó. És már élményszerűvé válik. Gyönyörű egyébként. Semmi nincs, de már... Sokszor van lehetőséged így bográcsban főzni? Nem, nincsen, nagyon ritkán főzök bográcsban. Igen, mert ilyen azért vannak bográcsozós élményeim, aha, de ritka ki. És most rakjuk bele a gabonacsemegét, tudod, azt a kolbászszerű, a gabonakolbász. A szép kolbászt, amit hoztál? Aha. Az sertés? Erre rámondanád, hogy darált hús, simán. Kóstold meg. Mi van ebben benne? Gabona, ez búza. És mi úgy van fűszerezve, mint kolbászízű búza. Nagyon fincsi. Mert? Jöhet bele az egész úgy, ahogy van. Így van, pontosan. Most jön a füstölt kolbász az egészbe. Csodálatos kis vacsora. És most egy picit párolgatjuk, tehát hagyjuk, hogy egy kicsit rotyogjon. És akkor mostantól gyakorlatilag csak azt kell megvárni, hogy megfőjön. A fokhagyma felét, amit kinhagytunk. Így van, azt a legvége előtt a legvége, egy picivel. Jó, tehát akkor most már csak arra várunk, hogy a krumpli megpuhuljon. Így van. Most már közelebb vagyunk a vacsorához, remélem. Nagyon közel vagyunk a vacsorához. Én amondó vagyok, hogy van egy felkészült dietetikus itt nálunk a faluba. Én azt felhívnám, hogy hadd döntsük el kette, hogy valóban embernek való lesz ez az étel, jó? Köszönjük. Na, innét folytatjuk, őrizzétek helyettem a tüzet. A vega gulyáshoz a következőkre van szükség. Egy csomag szejtán, egy csomag szeretelt tönkölybúzafehérje, lehetőleg magyaros, egy szál gabonakolbász, egy darab vöröshagyma, 3-4 darab paradicsom, 3-4 darab paprika, 2-3 gereszt fokhagyma, egy darab zellergumó, egy csomag zellerzöldje, 1 kiló krumpli, 2 sárgarépa, 2 fehérrépa, és fűszerek, só, őrölt piros paprika, édes paprikakrém, vegeta, bors. A paradicsomnak a szívhez hasonlóan 4 kamrája van, és a benne lévő lecitin jó a szívnek és a vérnek. Sebestyén Szilvia 2004-ben alapította és azóta is vezeti a Makrobiotika Intézetet. Saját gyógyulása után feltette rá az életét, hogy az értékes, egyensúlyt teremtő, egészségmegőrző és gyógyító makrobiotikus táplálkozási módszer itthon magyarul is hozzáférhetővé válhasson, hogy ezt tanítsa. Népművelő végzettségére építette rá a Kusi Intézetben végzett tanulmányait. A nevéhez fűződik a makrobiotika átfogó hazai szakirodalma, már 20 makrobiotikus könyvből választhatnak a téma iránt érdeklődők. Az intézet működésének 8 éve alatt a módszer segítségével több száz olyan beteg gyógyult meg, szerezte vissza egészségét és munkaképességét, akik az egészségügyben tüneti kezelést kaptak, vagy akiket gyógyíthatatlannak találtak.
Betyárom. Hát köszönjük szépen, hogy meghoztad Szilviát. Te mióta foglalkozol dietetikával? 8 évvel ezelőtt kezdtem már dietetikával foglalkozni. Azért, mert volt egy egészség kihívásom, ami a tüneti kezeléses orvoslás szerint gyógyíthatatlannak minősült. Külföldön élt az a másik dietetikus, akinek elmért egy személyre szóló gyógyító étrendet. Ő is fölépült, én is fölépültem, de ahhoz, hogy meg tudjam fejteni azt, hogy hogy tudok felépülni, el kellett végeznem táplálkozástudományi egyetemet. És most már 8 év tapasztalata után tudok abban segíteni, hogy hogyan lehet megelőzni a betegségeket, és hogyha már egészségkihívás van, hogyan lehet abból felépülni. Aha. És mindezt az ételek segítségével. Igen, több ezer gyógyító étel, több ezer gyógyító ital tanultunk, és sikeresen gyógyulnak már idehaza is. Én bízom benne, hogy ez a mai étel is beleillik ebbe a sorba. Mit fogunk enni? Mondom, egy kis húsgombócot. Hát ez persze. Nagyon hasonlít a húshoz. Állati fehérje valóban, de túró. Tehát itt igazából egy kis túrógombóc készült, fűszeres túrógombóc egy kis liszttel, tésztává gyúrva, meg fűszerekkel, tehát elsősorban koriander, de zöld erős paprika is, és só van összegyúrva, megsütve, és a sütés után bele van rakva ebbe a paradicsom szószba. Nagyon kellemes a csípősége. Nem erős, lágy. A fene gondolta, hogy így be lehet fűszerezni. Esküszöm, lehet, hogy innétől kezdve a bajszomat lefele hajtom, mert eddig azt mondtam, hogy de jó lenne egy kis hús, de jó lenne, de most azt mondom, hogy de jó volt. Hála az égnek. Ez nem édes, mert ez egy sós étel, de mégis benne van az az aromája, az a, tehát olyan gömbölyű. András, és mi vitt rá téged, hogy ilyen hús nélküli finom fűszerezett ételeket készíts? Hát már meguntam azt, hogy nem lehet normális ételt enni, hanem azt mondják, hogy egy vegetárius ember, ha én elmegyek egy vendéglőbe, akkor én vagy rántott gombafejet egyek, vagy rántott karciót, vagy rántott sajtot. Most én 1985 és 89 között annyi rántott gombafejet megettem, hogy én azt gondoltam, hogy soha többé ebben az inkarnációban már rántott gombafejet nem kell egyek, mert már előre megettem az összeset az életem során. És ehhez tartom is magam, és ráadásul kiderült, hogy növényi, vagy ilyen értelemben tejtermék alapanyagokból nagyon ízes, nagyon finom, nagyon finom ételeket lehet. Tehát ennek jó az íze egyszerűen. Nagyon finom. Ez a sok fűszerezés egyébként jót tesz. Tudunk vele ártani, vagy esetleg segíteni? A fűszerezés az mindig dinamikussá teszi az ételt, és annak nagyon pozitív életleni hatása van, nagyon segíti az emésztést is, és ki tudjuk mindenki magának választani, hogy mivel szeretne fűszerezni, ami harmonizális az ételhez, és aminek az élettani hatása is megfelelő. Betyáram, most kell nekem segítség. Na mondjad. Mert hogy elkészült közben a bogrács gulyásunk. Igen. Szervírozni segítesz-e? Ha elvinném a városi hülyeséget, de hát azon vagyok itt, hogy segítsek neked. Kapáltam egész nap. Na. Szilvia, add légy szíveset. Köszönöm. Egy olyan finomnak kinéző gulyás készült itt, amin én is kíváncsi vagyok. Szép. Na, jól néz ki? Hát nagyon. Na, jó étvágyat kívánok, nagy szeretettel. Hamisítatlan gulyásleves. Illat, kinézet, dizájn. Tökéletes. Mivel boltoltuk a húst? Szejtánnal, az búzahús. Mitán? Szejtán. Búzahús, azaz búzasikér. Na, hát jó étvágyat kívánok, nagyon köszönjük. Ez a hús jobban hasonlít egy kis tokányos húsra, de a gabona miatt azért pótolja ez a kenyeret is. Nem is kívánom. Tehát magyar ember a krumplihoz nem eszik kenyeret? Igen, igen, igen. Nem, hát szerintem is ezt meg lehet kenyeret nélkül. Szerintem ez egy nagyon remek kis vacsora, és a mi kis Vegasztár műsorunknak tulajdonképpen ez is a célja, hogy bemutassuk azt, hogy a körülöttünk megtermő növényekből, zöldségekből, gyümölcsökből tudunk finomakat főzni, tudunk tápláló ételeket előállítani, és tulajdonképpen az egészség megőrzésére vagy visszaszerzésére alkalmas ételeket is el tudunk készíteni. Viszont a következő részekben alkalmakkor, mikor jönnek újabb vendégek, akkor én nagyon szépen megkérlek, hogy gyere és segíts nekem. Köszönöm a meghívást, veletek tartok, főleg ha ilyen finom vacsorákat fogunk fogyasztani. Jó volt, na jó volt. Köszönöm. Ajánlom szépen. Sporttársi férfiaknak. Jó van, örülök. Nagyon finom, együnk még egy kicsit. Uh-huh.
Tisztelt nézőink, várjuk hús nélküli receptjeiket a vegastar@vegastar.hu e-mail címünkre. A recepteket a Vegastar honlapon jelentetjük meg. A receptet beküldők között a szereplők ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Íme a játékkérdés. Milyen virág nő ki az elásható, földben lebomló tányérból? A. Rózsa, B. Napraforgó, C. Tulipán. A helyes megfejtéseket a vegastar@vegastar.hu e-mail címre várjuk. A helyes választ beküldők között Vegastar könyveket sorsolunk ki. Készült az Aranyhíd Magyarország Segítő Egyesület megbízásából. Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.